Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. A Kossuth nótával ünnepelte a miniszterelnök és helyettese a Fidesz-KDNP győzelmét a tegnapi eredményváró végén. A kormánypártok a választáson újra kétharmados többséget szereztek. Majdnem 99%-os feldolgozottságnál 134 mandátuma van a Fidesz-KDNP-nek, egyel több mint 4 éve. A Jobbiknak 25, 20 helyet kaphat az MSZP párbeszéd, 9-et a DK, 8-at az LMP. Egy képviselője lesz az Együttnek, a mostani állás szerint lesz egy független és egy nemzetiségi képviselő. A listás szavazatok több mint 49%-át kapta a Fidesz, körülbelül 19,5%-át a Jobbik, kevéssel több mint 12%-át az MSZP párbeszéd, és majdnem 7%-át az LMP. A DK 5,5%-kal még bejutott a parlamentbe. A Momentumnak, a Kétfarkú Kutyapártnak és az Együttnek a listás eredmény alapján ez nem sikerült. A Fidesz listájára 2 millió 600 szavazat érkezett, az összes ellenzéki pártra 117 ezerrel többen, 2 millió 715 ezeren voksoltak. A győztest kompenzáló választási rendszernek és az egyéni győzelmeknek köszönhetően ez mégis kétharmados többséget hozott a Fidesznek. Vidéken ugyanis a Fidesz dominált egyéniben 91 mandátummal. A Jobbik és az MSZP párbeszéd egy-egy mandátumot szerzett, és egyet a függetlenként induló Mellár Tamás. Egyedül Budapesten szerepelt jól az ellenzék, az MSZP párbeszéd 7, a Fidesz-KDNP 6, a DK 3, az Együtt és az LMP 1-1 mandátumot szerzett. Az eredmény még nem végleges, több szavazólapot még várnak a választási irodába. Erről tegnap este a Választási Bizottság elnöke beszélt. Ez nem tartalmazza még a magyarországi lakcímmel nem rendelkező határon túlról levélben szavazók szavazatait, és természetesen ebben nem lehet látni még sem azt az 50 ezer szavazatot, amelyet a külképviseleteken adtak le, sem azt a 200 ezer szavazatot, amelyet átjelentkezés folytán adtak le. Az átjelentkezők szavazatai, vagyis azok, akik nem a saját lakhelyükön szavaztak, folyamatosan érkeznek a választási irodába. Itt 106 egyéni körzet alapján csoportosítják őket, és majd szombat reggel viszik el a helyi szavazatszámláló bizottságok. Így végleges eredmény szombat délutánra várható. Litauszki Balázs, RTL Híradó, Budapest.